A szakma kiváló tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny központi írásbeli elődöntőinek a megyei kereskedelmi és iparkamarák adnak otthont. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 231 diák mérheti fel tudását januárban. A versenyen a tavalyihoz képest 4-jel több, összesen 40 szakmában indulhattak a tanulók, többek között asztalos, pincér, szakács és faipari technikusok jelentkezhettek. Én Egyházarosi Pébarni iskolából jöttem, most végzős vagyok 12-es pincérszakon, és azért jöttem a versenyre, mert ez egy jó próbatétel, meg ugye, hogyha sikerül, akkor vizsgálni az írásbeli alól felmentenek, és azért az nagy előny így utolsó évesen. Az elődöntőben egy írásbeli feladatot töltenek ki a versenyzők, amelyben a szakmai kérdéseken túl egy úgynevezett szellemi totó is szerepel. A diákok ennek segítségével tapasztalatot szerezhetnek a tanulmányaikat záró vizsgákra is. Már szokják a szakmunkás vizsgának magának a hangulatát, hiszen a komplex szakmunkás vizsgáztatás a mai világban az már egy nagyon összetett feladat, és ennek egy része az írásbeli feladat is. Nem tudom, lesznek-e nyelvi kérdések, mert erről nem kaptunk tájékoztatást természetesen, de itt már a nyelvet is előtérbe helyezik nagyon. Az eredményes részvétel több előnnyel jár a diákok számára. Szakirányú továbbtanulás esetén többletpontokat jelent, valamint bizonyos szakmákban az európai bajnokságon való részvételre is feljogosítja őket.